ebből nem vagyok Kambóra, itt van Kambóra, ő a benti oroda. Miközben dübörög a kormányzati propaganda arról, hogy egyetlen egy migráns sem engednek be Magyarországra, ahhoz képest Budapest egyes részein úgy érezhetjük magunkat, mint bármelyik nyugat-európai nagyvárosban. Nagyon komoly a kérdés, hogy ha állítólag egyetlen egy migráns sem jöhet Magyarországra, akkor mi az oka mindennek? Hát számos oka van, az egyik éppen a kormány, a Fidesz kormány által 2013-ban indított Stipendium Hungaricum nevű ösztöndíj programját, amely ösztöndíj program keretében 2013 és 2014-ben összesen 68 fő érkezett afrikai és dél-ázsiai országokból. Ez az idei tanévben már 9000 főre emelkedett, és 28 ezeren jelentkeztek, pontosan azokból az országokból, tehát afrikai és dél-ázsiai közel-keleti országokból, amelyekből állítólag Magyarország nem fogad egyetlen migráns sem. Hát te mit gondolsz, te hamis az a gazdaság, pénz? Én beszélgetni, én meg nem félek tőle. Magyar kormány a magyar hallgatók helyett egyre inkább a migránsokat támogatja, míg a magyarokra egyre kevesebbet, a migránsokra egyre többet költ. A nálunk tanuló ösztöndíjas külföldieknek a tandíját teljes egészében a magyar állam fizeti, a kollégiumok is több támogatást kapnak, hogyha őket veszik fel a magyarok helyett. A hallgatók közel fele a migrációs válság érintette országokból jön, és túlnyomó többségük végleg itt akar letelepedni. Az egyetemek az ilyen hallgatók után akár a hazai költségtérítés 2,5-szeresét is kaphatják, így gazdasági érdekük is az ilyen hallgatók felvétele, akik még lakhatási támogatásban is részesülhetnek, sőt, költőpénzt is kapnak. De még itt sincs vége. Ingyenes egészségügyi biztosításhoz is jutnak, sőt, 65 ezer forintos kiegészítő biztosítást is kapnak. A program egyre bővül. 2015-ben az állam még évi 1,5 milliárd forintot szánt erre a programra, 2016-ban és 2017-ben már évi 5,5 milliárdot. Egy külföldi diák 1,8 millió forintba kerülhet évente, így a jelenlegi ösztöndíjas számot figyelembe véve a programra valójában 10 milliárd forintnál is több mehet el idén. Közben egy magyar diákra a töredékét költi az állami költségvetés. A mi hazánk szerint ez nincs rendben. Magyarország a magyaroké. Azt is tudjuk már, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma saját adatai szerint közel 6 milliárd forintot költ ezekre a migránsokra ösztöndíj keretében, miközben arról is beszélnek, hogy akár ezt a létszámot a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram keretében 30 ezer főre, vagy akár ennél magasabb, nagyobb létszámra is lehet majd növelni. De hát nem csak a Stipendium Hungaricum keretében érkeznek migránsok Magyarországra, hanem számos egyéb formában ismerjük a letelepedési kötvénybizniszt, amelyből 162 milliárd forintot profitáltak offshore cégek, miközben Magyarország, az állam 21 milliárd forintot bukott rajta, viszont közel 20 ezer migráns érkezhetett Magyarországra. Aztán azt is tudjuk, hogy számos egyéb forma van, hiszen szintén 22 ezeren kaptak letelepedési, illetve tartózkodási engedélyt a tavalyi esztendőben, de a legnagyobb szám valójában az Európai Unión belüli országokból érkezhet, hiszen több 10 millió migráns él már az Európai Unióban, akik szabadon vándorolhatnak és érkezhetnek bármikor Magyarországra. Hiába építettek a déli határon kerítést, az csak a déli határt és a mellette lévő településeket védi. Magyarország valójában védtelen a migrációval szemben. Én 50 éve itt vagyok, és ennyi arab nem jött többet, mint amit említettem. És ön honnan érkezett, megkérdezhetem? Szíriából? Igen. Itt voltam, itt jöttem, 68-ban ösztöndíjas diák, és itt vagyok, és itt alapítottam a családom. 3-4 boltom van, de nem abból ízért, szóval a migránsoknak vettem én. A Mi Hazánk mozgalom azt követeli a kormánytól, hogy azt a 6 milliárd forintot, amit jelenleg is már külföldi fiatalok betelepítésére fordít Afrikából, vagy éppen Dél-Ázsiából, azt magyar diákoknak adja, a magyarok ösztöndíjának emelésére, a kollégiumi férőhelyek bővítését pedig ne afrikai és dél-ázsiai diákok számára bővítse, fejlessze a magyar kormány, hanem a magyar diákok számára. Oh,
Köszönöm, Burger King! Sajra,